A Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében Bihar megyében is jelképesen összeöntötték a magyarok lakta településekről felajánlott búzaadományokat. A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, a Párciumi Falu Gazdászhálózat és az RMDS közös szervezésében megvalósuló eseményre ez alkalommal Éhr Mihály falván, a Homek Agro gazdasági udvarán került sor. Az idei búzatermés jobb volt, mint a tavalyi év, hisz csapadékot a Jóistentől kaptunk időbe, és örülünk annak, hogy a gazdáink nagy lelkűen felajánlották erre a nemes célra, holott a termés jobb volt, de az ára szinte fele ára az elmúlt évekhez képest a gabonának, miatt a költségeket nehezen tudják fizetni a gazdák, de mégis jó látni azt, hogy abból a kicsiből, ami nekik marad, abból tudnak adni, és nem pár szemet, hanem több 100 kilót, akár tonna búzákat is ajánlt fel egy-egy gazda. Olyan jól tudni látni azt, hogy tényleg egységben az erő, és a jövőt építjük. Jövőt, a jelenben példát mutatunk a velünk élőkkel, a fiataloknak, hogy hogyan lehet gondoskodni azokról, akikről már más nem gondolkoznak, nincsenek gyereke, vagy nincsen apja, vagy nincsen anyja, vagy nincsen családja. Mi vagyunk az a nagy család, aki gondoskodunk a szegényekről, az özvegyekről és az árvákról, és jó tudni, hogy biztos megvan a mindennapi kenyér. A köszöntő beszédeket követően a helyi aprólábak és a Nyíló Akác Néptánc Együttes produkciója következett. Az előadás után ökumenikus szertartás keretében a római katolikus, református és a baptista felekezetek vezetői áldást kértek az összegyűjtött búzaadományra, a programban résztvevő gazdákra és a kenyérből részesülő életére. A búzát évről évre lisztformájában juttatják el a kedvezményezettekhez, amelyek között gyermek- és idős otthonok, óvodák, egyházak által működtetett szociális intézetek is vannak. Helyi szintre levetítve ezt a dolgot, három helyre sikerül eljuttatni a segítséget. Az egyik a Szociális Egészségügyi Központ, amely 36 ellátottat foglalkoztat, illetve van egy magánszemélyünk, aki önkéntesen rászoruló embereknek ételt visz és biztosít napi szinten, illetve a mellettünk működő Gános Petri gyerekotthonban levő gyerekeknek is szánunk ebből a segítségből, ugyanis Mihályfalu gyerekek is lakói ennek az otthonnak. Ez az adomány, ez egész évre biztosítja a gyerekek számára azt a lehetőséget, hogy ők mindig friss kenyeret fogyasszanak, tehát természetesen mi is próbáljuk ezt lehetőség szerint beosztani, de Isten kegyelmével ez mindig úgy sikerül, hogy egész évben kitartson. A Magyarországon 2011-ben indított jótékonysági kezdeményezéshez mára a Kárpát-medence valamennyi tájegységéből csatlakoztak gazdaszervezetek és termelők, és ennek köszönhetően a kezdeti 10 tonnáról mostanra 1000 tonnára növelték az összegyűjtött búza mennyiséget. A Párciumi Falu Gazdász Hálózat negyedik éve vesz részt a gyűjtésben, és az évente összegyűjtött 70-110 tonna közötti búza mennyiséggel az összmennyiség közel 10%-ával járul hozzá a Magyarok Kenyere program sikeréhez. Van sok esetben, mikor nem érkezek hozzájuk el, vagy még időrendben nem értem el hozzájuk, már ők keresnek meg, és kérdezik, hogy az idén lesz a gyűjtés, úgyhogy vannak gazdák, akik iparkodnak, serénkednek, és már a felkeresés előtt megkeresnek minket, és jelentkeznek a búzával. Van kijelölve itt Éhr Mihály falván egy gazsimalom, pékséggel egybekötve, ott van nagy gyűjtőpont kijelölve, úgyhogy önállóan is, aki úgy gondolja, leteheti oda a búzaadományát. Az ünnepélyes összeöntésnek az elmúlt években nemzeti összetartás szimbóluma lett, hiszen a program által úgy egyesül a Kárpát-medence magyarsága, mint ahogyan a búzaszemek liszté őrölve a kenyérben egyé válnak. A Párcium középső részébe, Monos Petribe, a 15. században telepítettek a török támadásokban megfogyatkozott lakosság pótlására szlovák és német ajkú telepeseket, akik máig igyekeznek megőrizni hagyományaikat. 25 éve a helyi magyar ajkú svábok megalapították a Német Demokrata Fórumot, és azóta minden év szeptemberében megszervezik a legnagyobb és leglátványosabb rendezvényüket, a hagyományos szüreti mulatságot, a Trauben Festet. Le a kalappal, hogy egy ilyen kis közösség, ami itt van Mónospetribe is, amelyet a történelem sajnos
megcsonkított és a nyelvet elfelejtetted, de mégis németnek tartják magukat és megtartják ezt az évi rendezvényt. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megépítették, és nagyon szépen karban tartják ezt a közösségi házat, ezt a közösségi udvart, és nem csak, hogy megépítették és karban tartják, hanem életet is hoznak benne. A fórum székházában fúvó zenekarral és terített asztallal várták a népviseletbe öltözött résztvevőket. A rendezvényen megkoszorúzták a Németországból származó Hans Rösnek állított emléktáblát, aki családjával együtt hosszú éveken keresztül támogatta a párciumi kisebbséget. Ezt követően a művelődési házban, a köszöntőbeszédek után a színpadot a meghívott kulturális csoportok foglalták el. Szeretek hozzájuk jönni, mert olyanok, mint egy nagy család. Mint egy nagy család, össze vannak kovácsolva, össze vannak annyira már sajtolva, hogy jól érzi az ember magát köztök, mikor a közösségükbe bejön, és velük együtt szobál, vagy velük együtt netán szórakozik, mulat, mikor ilyen Traubenfest alkalmakkor, mikor úgy nem csak mindig dolgozni, hanem ünnepelni is kell, és ez hál' Istennek itten a fórumnál megadatik. A mostani ünnepségre a helyi néptánc együttes mellett Bihar és Szatmár megye több kulturális csoportja is elfogadta a szervezők meghívását. A rendezvény immár 25 éve nyújt nagyszerű alkalmat a sváb hagyományok őrzésére és azok egyre szélesebb körben való megismertetésére. Felkészült az új egyetemi tanévre a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem. A meghirdetett helyeket szinte teljes egészében betöltötték a jelentkezők. A tanévnyitót megelőző napon az elsőéves hallgatók megismerkedhettek az egyetem épületével, könyvtárával, laborjaival, találkozhattak tanáraikkal és csoporttársaikkal, illetve az intézményben dolgozókkal, akik egyengetik majd útjukat az elkövetkező években. 5 évenként az oktatási törvénynek és előírásoknak megfelelően mindig megtörténik a teljes intézmény akkreditáció, egy egész egyetemet átfogó akkreditáció, úgyhogy a következő tanévben erre fogunk elsősorban fókuszálni és koncentrálni. Aztán ugye ebben az évben, ebben a tanévben kerül sor ismét az időközönkénti egyetemi választásokra és teljes szintű egyetemi választásokra, ez is benne van. Újabb elképzeléseink vannak, akár oktatási téren, infrastrukturális fejlesztési téren. Több olyan elgondolásunk van, amelyeket mindig lépésről lépésre fogunk majd közölni, amikor eljön annak a helyes ideje. Az idei egyetemi tanévnyitó az intézmény dísztermében zajlott, mely a szokásosnak megfelelően teljes egészében megtelt hallgatókkal, oktatókkal, díszvendégekkel. Így zajlott hagyományos módon az ünnepélyes megnyitó ceremónia, a fogadalomtétellel, illetve a rektori üzenettel és az istentisztelettel. Ebben az évben is nagyon sok eseményen készülünk a hallgatóknak, úgy az első éveseknek, mint a nagyobb éveseknek. Azt szoktuk mondani, hogy a tanulás mellett használják ki ezt az időszakot, amit az egyetemen töltenek, mert itt nagyon jó kapcsolati tőkét tudnak szerezni, barátságokat, szerelmeket, és ezekben próbálunk mi a hallgatói önkormányzattal közösen segíteni nekik. Konferenciák lesznek, minden tanszéknek van minden évben konferenciája, ahol a hallgatók ugye hallgatnak az előadásokat, besegítenek a szervezésben, tehát egy kicsit betekintést is nyernek a kulisszák mögé, hogy mit jelent egy konferenciát megszervezni az egyetemen. De van bulisabb része is, vannak a hallgatói önkormányzattal közös rendezvények, most volt például a gólyatábor, majd lesz a gólyabál, és ezeken is részt vesznek a hallgatóink, ezeken is szerveznek a hallgatóink, minél több hallgatót igyekszünk bevonni a munkába. A 2023-2024-es egyetemi tanévet és egyéb programokat, eseményeket érintő egyéb információk megtalálhatóak a Párciumi Keresztény Egyetem hivatalos honlapján, valamint Facebook oldalán, ahol nem csak a jelenlegi hallgatók, de a jövőbeli jelentkezők is tájékozódhatnak a felsőoktatási intézmény működéséről, illetve a pályaorientációs lehetőségekről.
vagyunk önöknek minden nap. Rendelkezésükre állunk szemvizsgálattal, kezelésekkel, szükség esetén műtéttel. Vigyázzon a személyre! Szeretettel várjuk és köszönjük a bizalmat! Vă anunț cu mare bucurie că suntem aici pentru dumneavoastră în fiecare zi. Vă așteptăm pentru consultații, investigații de specialitate, tratamente, cât și operații. Aveți grijă de ochii dumneavoastră și vă mulțumim pentru încrederea acordată. Köszöntjük a nézőket, öt szemközt magazinunkat látják, innen Nagyváradról, a Szigligeti Színházból, ahol Tóth Tünde színművésszel, illetve a Padlás című félig mese, félig musical című előadásnak a rendezőjével fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Tünde! Szervusz, Robert! 30 év után ugye először lett került ide megrendezésre Nagyváradon a Padlás című mese musical. Miért pont ez a választás került most előterítékre? Én úgy tudom, hogy a nézők már nagyon régóta szerették volna újra látni a Padlást, és ennek az igénynek tett eleget a színház, amikor műsorára tűzte ezt az előadást. Novák Eszter művészeti vezető kért fel kifejezetten ennek az előadásnak a megrendezésére, és én szívesen vállaltam. Én láttam nagyon sok változatát, nagyon sok rendezésben ezt a musicalt, és megmerem kockáztatni, hogy az egyik legjobb rendezés, bármilyen elfogultság nélkül. Vannak benne érdekes, nagyon jó elemek, de a nézőknek, akik esetleg még nem látták, milyen plusz dolgok vannak benne, amik például a klasszikus rendezésből hiányoznak? Nem azt gondolom, hogy hiányoznak más rendezésből, azt gondolom, hogy aki neki fog rendezni egy előadást, az akkor jár a legjobban alkotóként, hogyha a saját világából, a saját ízléséből és személyes dolgokból indul ki. Számomra nagyon fontos volt, hogy személyesen közelítsem meg a Padlást, és mivel 4 gyerekes anyuka vagyok, nem volt nehéz dolgom, mert csak körül kellett néznem, hogy a gyermekeim éppen milyen világban élnek, és mikkel küszködnek ebben a világban, mert igazából abban az időben, amikor a Padlás íródott és valami hasonlót akart megfogalmazni, az éppen aktuális milliót, amiben vannak a fiatalok. Most változott a világ. Számomra az volt érdekes, ahogyan a mesterséges intelligencia valahogyan átvette a hatalmat felettünk, és emiatt úgy gondoltam, hogy az a legérdekesebb, hogyha, vagy a számomra legizgalmasabb, hogyha úgy fogom meg ezt a mesét, hogyha abból indulok ki, hogy mi van akkor, hogyha egy elkeseredett fiatalnak a saját maga által alkotott mesterséges intelligenciája segít kilábalni egy helyzetből. És az egyik legkedveltebb karakter lett ez a mesterséges intelligencia szerintem. Zseniális, ahogy elénk tárta ezt a karaktert. Milyen voltak-e valamilyen kihívások, nehézségek, amik a megvalósításban? Hát alapvetően szerintem jó döntés volt, tehát hogy nagyon sok múlik ugye a szereposztáson, és jó döntés volt Szotyori Józsefre bízni ezt a feladatot. Elképesztő mozgáskultúrával rendelkező színészről beszélünk. Biztos voltam benne, hogy maximálisan tudja majd ezt a figurát megvalósítani, eljátszani. Ami nehézség lett volna, talán más színésznek, neki nem, az ezen a bordon való, a Howard bordon való közlekedés, ami hát nyilván elég nagy igénybevétel egy ekkora térben, folyamatosan
folyamatosan így közlekedni. Az volt a csodálatos különben, hogy a premiéren két idős hölgy mögött ültem, akik elkezdtek vitatkozni azon, hogy az vajon egy élő ember-e, vagy talán mégiscsak egy robotot építettünk. Ez ennél nagyobb dicséret szerintem nincs. Az biztos. Amúgy. Hát irtózatos kihívást jelentettek maguk a dalok, mert azért Sebestyén Hunornak például elképesztő nehéz dolga volt. Én azt gondolom, hogy van egy ideálja a nézőknek abban, hogy anno a Kaszás Attila hogy énekelte, és ugye ennek meg kell felelni. Tehát, hogy ez, úgy senki nem fogja elénekelni szerintem. Az tulajdonképpen csak egy hangi minőség, vagy egy hangi adottság, tehát hogy vannak tenorok, baritonok. A Hunor egy bariton, ráadásul nem is tenor, tehát hogy neki duplán nehéz, viszont azt, ahogyan ő szívvel, lélekkel tud énekelni szerintem, azt az összes castingoló közül senki nem tudta volna úgy, tehát hogy igazából ő is egy nagyon jó döntés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az összes szereplő egy jó döntés volt rájuk, éppen rájuk bízni ezeket a feladatokat. Ha már szereplőkről van szó, akkor ugye két új taggal bővült a társulat. Róluk néhány gondolatot, hogyan sikerült beilleszkedniük a csapatban? Csodálatos két fiatalról beszélünk, és Klaudia és Nagy László Zsolt. Klaudia Kolozsváron végzett, Laci pedig Vásárhelyen most mesterizik. Tehát, hogy még nem végezte el a mesterit. Talán Klaudia is harmadéves, bocsánat. Tulajdonképpen a Klaudiát a Csíki Fesztiválon láttam először, egy édesanyja előadásban alakította Vizinét, ahol nagyon megfogott az energiája, mert egy nagyon, nagyon sokoldalú, pörgős személyiségről van szó. László pedig eljött egy castingra, és ott ismerkedtem meg vele igazából, és rögtön azt gondoltam, hogy ő az én barabásom, illetve révészem, ahogy elkezdett énekelni, ahogy beszélgettünk, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ezt a szerepet neki kell játszani. Jó találkozás volt a csapattal is, mindkettejük részére. Én azt gondolom, hogy nagyon megszerették őket az emberek, nagyon precíz, pontos, munkájukra igényes fiatalokról van szó. Uh-huh. A Mamóka szerepe ugye kettő szereposztásban van, és én nem láttam csak az egyiket teljes mértékben, de nyílt próbán láttam mind a kettőt, és nekem úgy tűnt, hogy mind a kettő valamilyen egyedi módon, ugye? Ezt jól vettem ezt észre. Számomra talán azért, mert színész vagyok, nagyon fontos az, hogy az én meglátásom, hogy a színésznek jól esik az, hogyha egyedítheti a saját figuráját, uh-huh. hogyha belőle indulnak ki, hogyha fontosak az ő észrevételei, hogyha fontos az, hogy ő milyen, vagy ő milyen Mamóka lenne. És amikor úgy döntöttem, hogy kettő szereposztás lesz, akkor pontosan ez fogalmazódott meg bennem, hogy mindkét színésznő csodálatosan el tudja játszani a Mamókát, természetesen másként, hiszen más típusú emberek, de attól még nem jelenti azt, hogy bármelyiküktől el kellene venni a lehetőséget, hogy eljátszassák, hiszen nagyon ritkán adódik meg egy ilyen szerep, és az annyira jó, amikor a színész eljátszhat egy ilyen nagyszerű szerepet, amit a nézők annyira szeretnek. Úgyhogy nagyon jó volt velük dolgozni mindkettőjükkel, és azt hiszem, hogy örülnek ők is így utólag, hogy ez így alakult. Uh-huh. Ugye ez egy mese musical. Ugye a mese és a musical két különböző műfaj. Hogyan tudtad összekombinálni ezt a két műfajt? Voltak-e valamilyen kihívások? Hát azért rengeteg mese musical van. Hát gondoljunk csak az Oroszlán királyra, vagy szóval, hogy van. Igazából inkább az volt az érdekes, hogy ugye a szerzők úgy fogalmaznak, hogy félig mese, félig musical. Ami ugye azt jelenti, hogy ha félig mese, akkor félig a valóság. És ha félig musical, akkor a másik fele az mi? Dráma, komédia, tragédia, hova tegyük, hova soroljuk? Bármi lehet. Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy sikerült egy szép egyensúlyt találni. Legalábbis az utólag a visszajelzések ezt mutatják, hogy sikerült egy szép egyensúlyt találni, mert megjelenik benne a mai valóság az előadásban, de ugyanakkor sikerül a mesét is folyamatosan fenntartani,
illetve ugyanúgy dominálnak a prózai jelenetek, mint a musical jelenetek, tehát hogy nem feküdtünk rá egyikre vagy másikra, hogy akkor csak a zenés részek és a sztori az vesszen el, hanem igazából nagyon fontos volt, hogy elmeséljük ezt a történetet minden valóságával, minden szomorúságával, minden küszködésével és minden humorával. És valahogy így lesz szerintem kerek egész a dolog, hogy a történetet is elmeséljük, van kiért aggódni, van kinek szurkolni, és talán ez egy hálás dolog. Szenzációs volt a színpadkép, tehát én szerintem a sok rendezés ilyen gyönyörű színpadképet én még nem láttam. Tehát azok a csillagok ott fent, a padlása, az a klasszikus padlás megvolt, illetve a színpadkép meg a jelmezek is, ez a kék. Van-e valami konkrét üzenet annak a kék szimbolikának, ami a hát lehetne a kék volt. Madár, de nem gondolkoztunk ezen. Igazából szerettük volna jó ízléssel megfogalmazni ezt a padlásvilágot. Talán a kékek azok voltak a legutolsók, amik megjelentek így a koncepcióban. Az elsődleges az volt, hogy egy jó teret alkossunk, ami mobilis, ami többfélét tud jelenteni, amire rá tud csodálkozni a néző, hogy még mit tud, még milyen helyszínné változhat hirtelen, hogy a különböző helyszínváltások flottul menjenek, de ugyanakkor legyenek egy varázslat is a néző számára. Nem az volt az érdekes, amikor összeállt a színpadkép, hogy mi mindent jelenthet még. Tehát, hogy azért van egy olyan pillanat, amikor a szellemek búcsújában az a kapu, amire addig nem is gondoltunk, tehát a padlásnak a teteje egy adott pillanatban úgy néz ki, mint egy űrhajó. De hát ez így a próba folyamat közben lettek ezek a csodák, vagy kezdtünk el játszani a térrel. Rákai Tamás tervezte a teret, különben vele nagyon régóta dolgozom együtt. Az első munkáját is itt Váradon velem kezdte a pályát a Leander és Lenszirummal, és ez volt a 70. díszlete, amit készített nem Váradon, hanem így az egész világon mostanig. Nagyon fiatal díszlettervezőről beszélünk, és nagyon, nagyon tehetséges fiatal srác. Lukodi Alettával, aki a jelmezeket készítette, szintén nagyon régóta dolgozunk együtt, legutóbb Udvarhelyen, a Székely Udvarhelyen az Ábelt alkottuk közösen. Az ő fantáziáját szerintem először a szellemek ragadták meg, vagy én annyit mondtam, hogy én azt szeretném, hogyha ezek valamiféle áttetszőséget kapnának ezek a lények, és hogy ne indult, legyen meg a szellemeknek az a fajta történelmi kora, amiről beszélnek, de hogy azon túl adjunk nekik valami áttetszőséget, és szerintem itt kezdtek el a kékek egyszer csak megjelenni ezekben a szellemjelmezekben, és onnan építettük tovább, hogy a padlásnak a barnája és ezek az ezüstök, a kékek hogyan tudják egymást kiegészíteni és varázslatot létrehozni. A következő kérdés, aminek egy részét már meg is válaszoltad, az lett volna, hogy valamilyen kulisszatitkok, amik a próba folyamatok alatt mentek, a nézőket mindig érdeklik, legalábbis engem mindig érdekelnek a kulisszatitkok. Ugye az egyik az volt, hogy az űrhajó kinézet az közben akaratlanul alakult ki, de vannak-e más ilyen kulisszatitkok a felkészülésből? Hát, igazából kulisszatitok olyan nagyon nincsen, vagy... Hát az mindig izgalmas folyamat, amikor az ember elkezd. Tehát nagyon, nagyon későre lett kész a díszlet, mert azért egy monstrumról beszélünk, tehát hogy nem volt könnyű a műhelynek sem ezzel a díszlettel. És hát azért voltak nehézségek, amikor először le kellett jönni azon a lejtőn, és közben énekelni, és táncolni, és tehát hogy... megszenvedtek a színészek rendesen ezekkel a dolgokkal, de hát elképesztően jó kedvel és jó humorral,
és csupa vidámsággal vettük ezeket az akadályokat, úgyhogy igazából szerintem ez is érződik az egész produkción, hogy egy elképesztő jókedvű, sok nevetéssel teli próba folyamat volt. Itt egy vége felé zárásként milyen üzenetet szerettél volna közölni a mostani, a ma emberének, mert ugye ez egy 80-as évekbeli darab, ugye? Igen. Ott akkor volt egy üzenete az akkori embereknek, azóta a világ változott, de még mindig aktuális szerintem, de ugye mégis csak más-más dolgokat közlünk az embereknek. Én nem tudom, hogy akartam egy konkrét üzenetet megfogalmazni őszintén, mert egyrészt olyan erős üzenetei vannak a dalszövegeknek, amiket egyszerűen nem lehet fölülírni, és nem is szabad. Tehát, hogyha azokat az üzeneteket komolyan vesszük, elgondolkodunk rajta, hogy vajon úgy van-e, igaz-e, kell-e, de mindenképpen szerintem az egymásra figyelés és az egymás kölcsönös tisztelete az, ami egy jobb világ fele vezet. És emiatt azt gondolom, hogyha egy pillanatra sikerült a nézőket kiragadni a szürke hétköznapokból, nem ezzel az üzenettel, hogy figyeljünk egymásra, hanem egyáltalán az egész mesével, akkor már üzentünk valamit, mert szükségünk van arra, hogy néha így a mesevilágban éljünk, és azt gondoljuk, hogy minden jó, közben nem minden jó, sajnos. Nem egy egyszer nézős darabról van szó, én már tudom, hogy többször is meg fogom nézni, tehát kívánok nagyon sok sikert a továbbiakban. És remélem, hogy sok évig fent lesz a színpadon, mert ezt nem szabad félretenni szerintem. Reméljük mi is, hogy így lesz. Öt szemközt magazinunkat látták innen Nagyváradról, a Szigligeti Színházból. Köszönjük, hogy velünk tartottak.